és a Mirehárosi Kényszer az Egyetek és a Lepenetek kirendelését, valamint az már 11-ére kényeketem eljegyre a várjába. Ilyen esetben ezt történt, a nyomozó hatóság ügyen. Köszönöm, helyes mondani kérem. Ez időt büntetőjükben Debrecen Ügyvédtárban Miskolci Törvényszék 2013. március 6-napján kérdeke 12B743/2012/61-es számú ítéletét hatályon kívül helyezi és az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasítási helyen Miskolci büntetésvédelmesség magyar állampolgár személyigazolvány számosítását. A megismételt eljárásra utasító bíróságnak a megismételt eljárásban a tárgyalás előkészítése során hozott határozati fenntartja. Másul vette a határozat ellen a vádlott és védője éltek részben megalapozatlanságot sérelmező hatályon kívül helyezésre irányuló fellebbezéssel a fellebbezeti főügyészség átiratában az elsőfokú bíróság határozata helybehagyását indítványozta. Ítélőtábla álláspontja szerint az elsőfokú bíróság határozatának a közös része megalapozatlan, de felülbírálatra alkalmatlan. Büntette kísérlete miatti tényállás részt tekintette az ítélőtábla megalapozatlannak, és ez a megalapozatlanság eredményezte az elsőfokú bíróság határozata határon túl helyezését. Az elsőfokú bíróság az eset szemtanúként megjelölt gyermekvédelmi tanúnak az ellenmondásos vallomásai, illetőleg ebben a körben a sértett, tehát az ablakból kieső vagy kilökött sértett vallomásai, vallomásai között megkísérelt az ellenmondást feloldani, azonban ez a tevékenység a meghallgatott egyéb tanúkkal együtt, a vádlott nyilatkozatokkal együtt nem járt sikerrel. Véleménnyel kapcsolatosan az orvos szakértő olyan nyilatkozatokat is tett, és ezt az elsőfokú bíróság több esetben idézte, amely nem orvos szakértői kompetencia. Ez az orvos szakértő véleménye több adatú volt, hogy az orvos szakértő röppályak kérdésének, idézőjelben, tehát röppályak kérdésének nyilvánított véleménye, addig a eljárás megalakított lenne. Azért van jelentőség, és azért vezetnek hatályon kívül helyezést, mert nyilvánvalóan a fizikus szakértő véleménye érinti az orvos szakértői kérdést, és érinti a meghallgatott tanúk vallomásával kapcsolatos kérdéseket. Ráadásul meg az elsőfokú bíróság olyan nyilatkozatot tesz a bizonyítás anyagává és állítja a terhelt büntetőjogi felelősségének oldalára, itt a rendőri jelentésre utal az ítélőtábla, ahol egyébként a gyermekkorú kioktatás nélkül tanú tesz bizonyos nyilatkozatot és ezt beépíti. Azzal kapcsolatosan pedig egyrészt a Debrecen ítélőtábla a valamennyi tanácsának a gyakorlata, hogy a ilyen esetben a tanúvallomás leépítésére nem kerülhet sor.